döntő lépés az a pillanat, amikor a gyerek képessé válik a helyváltoztatásra. Ez kicsit különbözik a helyzetváltoztatástól, hiszen mondjuk amikor már önállóan tud fordulni, akkor is le tud gurulni az ágyról, és az is egy elég erős helyváltoztatás, meg ugye a magához képest azért bármi is helyváltoztatás, hiszen az már azt jelenti, hogy képes a kinyújtott kezével, vagy így elérni valamit. De azért az igazi az, amikor egy ilyen kis rendszeres helyváltoztatásra képes kölyök lesz. És én itt most kerülöm a szakkifejezést erről, mert hogyha elkezdünk belemenni a hagyományos korszakolásba, ugye most már az újszülött koron túl vagyunk, tehát azt már mondhatom, hogyha azt mondanám, hogy újszülött, akkor ugye az egy jó kis ilyen kulcsszó lenne, és akkor rákeresne, hogy na, a baktériák nem mondták el, hogy az újszülöttnek egyébként még mit kellene tudni, vagy mit nem kell még tudni. Mi pedig azt szeretnénk, hogyha ez egy ilyen közös öröm lenne a gyerekben, hogy azt mondta, hogy aha, most már oda tud menni, ahova szeretne, vagy oda tud kepeszteni, oda tud csúszni, mászni, ülve csúszni, kúszva mászni. Szóval valahogy odaér, és ez a gyerek életében egy hatalmas változás, ennek megfelelően a szülők életében, a környezet életében is. Ugyanis ilyenkor jön el az a pillanat, amikor egy szülő már nem szülő. Elég jól lehetett menedzselni addig, amíg még csak helyzetváltoztatásra volt képes. Most vége, nem bírjuk idegekkel, nem bírjuk figyelemmel, egyszerűen azért, mert mi egy teljesen más világban élünk, mi felnőttek, akik a szülői funkcióba kerülünk. És az ilyen gyerek meg ugye azért kiszámíthatatlan, mert ő maga sem tudja kiszámítani azt, hogy mit csinál. Tehát ugye ingatag, nem tudjuk, hogy mire talál, és nem tudjuk, hogy azzal mit csinál, mert hiszen ő maga sem tudja, tehát hogy egy felfedező, de egyben egy feltaláló is, tehát hogy olyan dolgokat tud megcsinálni tárgyakkal, amiket mi el se tudtunk képzelni, vagy olyan helyekre tud beérkezni, ahol mi képtelenségnek tartottuk, hogy oda ember befér, aztán meg azt tartjuk képtelenségnek, hogy onnan ki lehet juttatni. Szóval, hogy ez egy abszurd világ lesz, és föl kell rá készülni, és azonnal átszervezni, hogy folyamatosan abban a közegben legyen a gyerek, ami közegre ez a viselkedésmód, ez az explorációs viselkedésmód tervezve van 2 millió év során, ez pedig a horda. Tehát, hogy olyan helyzeteket kell keresni, amikor mindig van rajta figyelőszem. Erről ő gondoskodik is, mert aranyos, mert cuki, mert mindenkinek van hozzá egy szava. Mert az evolúció úgy képezte ki ezt a dolgot, hogy mi cukinak találjuk, ezért figyelünk rá, ezért kapcsolatot akarunk vele. Ő meg tudja, hogy ő cuki, és ezért figyelnek rá, és ezért hát gyakorlatilag bármit megcsinálhat. Na meg is csinálja.